12-es. Bulgakov világhírű regénye a Mester és Margarita opera musical változatának online premierjét innen az Eiffel Műhelyház színpadáról közvetítik majd. Rendkívül virtuóz zeneg. Szerintem ennek a jövője is, ráadásul szép, jó is. Helyenként mozarti virtuózitás kell, helyenként rengeteg ugye offbeat, az eltolt súlyok. Kartáncoló énekesekkel is készül zeneileg is sokszínű ősbemutatójára az opera. No, nekem ez az első opera rendezésem, de mégis egy olyan talajon vagyok, ami számomra nem idegen. Az opera harmadszor fut neki ennek a bemutatónak. Ez a Sátán bál jelenetének első színpadi próbája díszlettel, táncosokkal, valamint Sáfár Orsolyával Margarita, Szakács Ildikóval Kistivadarral és Gavodi Zoltánnal Hella, Fagót és Behemót, azaz a Sátán szolgálóinak szerepében. Velük az Opera Szerda Mester és Margarita keresztmetszetén már találkozhattak. Nekem ez a szerep, ez egy igazi lubickolás volt, mind énekben, mind koreográfiában, mindenben, mert nagyon összetett. A muzsika Gyöngyösi Levente zeneszerző munkája. Őt az előadás egy korábbi rendezői próbáján kérdeztük. Általában a Sátán és követői azok, akik a könnyűzenének a különböző ágazatait képviselik, mint stílust. Többen a Jézus Krisztus szupersztár hangvételére fognak ráismerni teljes joggal. Néha jó, néha nem jó. Tegyük meg még ezt, jó drága? Ez egy nagyon-nagyon, levihet az kedvenc fákkal. Ha itt lenne, akkor megőrülünk. Ez pedig már a mű zenekari próbája. Hollerung Gábor karmesteri pálcája részletről részletre tér. Egy tempó vagy ritmus felett sem siklik át, mert a zenei összkép nagyon is változatos. Megint a Levi agyon rövidített mindent. Jandam dindi, bappadimbi, bappadimbi. Egy picit, ha megtámasztjuk, annak értelme van. Aki kortárzenét szeretne hallani, az kortárzenét hall. Aki utálja a kortárzenét, az is élvezni fogja. Egyet. Minden szekciónak rettenetes sok dolga van. Még vannak itt olyan emberek, akik nincsenek itt, be se tudtak tűnni, mert még nincsenek, de majd lesz egy komplet jazz zenekar még pluszban. Hát akinek van feladata, annak mind nehéz és mind szolisztikus. Sok áthalás van. Egy harangszóló, az egy az egybe a, most nem tudom, ott föl van írva, de az az egyik rock számnak a bevezetője, de hát rengeteg oda van írva az Angry Birds-nek a témája. Aerosmith van benne, Levinek mondtam, hogy beletett egy Steps-Ahead számot is, arról nem is tudott. Ez az érdeklődő kutakodás az, ami ezt az egész történetet megmozgatja. Van egy olyan korszak. Ahogy egy korábbi próbán az előadókat helyezte képbe, Szente Vajk rendező most az online opera premierről is pontos képet fest. A zenés előadások rendezése filmrendezés. Nekem ugyanúgy meg kell alkotnom közeliket, amikor egy szólószámot énekel egy énekes, ugyanúgy meg kell alkotnom nagy totálokat, amikor látunk majd 50 embert egyszerre a színpadon. Ezért nekem meggyőződésem, hogy egy nagyon komplex élmény vár a nézőkre, akik 13-án este megnézik majd a Mester és Margaritát. Reméljük, az online változatot látva minél többen kapnak kedvet élőben is megnézni az előadást.